építész szerkezet tervezői kategóriában a Tima Zoltán Gurubi Imre tervezőpáros kapta meg az idei Csonka Pál emlékérmet a Magyar Építőművészek Szövetsége székházának Íbül Miklós termében. A díjazottak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es termináljának az úgynevezett Skycourt-nak a tervezéséért és szerkezet tervezéséért érdemelték ki az elismerést. A nagyszabású munkát a Közti ZRT égisze alatt 2005 és 2010 között végezték el. A kivitelezés tavaly és idén zajlott. Minket a Hochtief Airport keresett meg, és velük közösen dolgoztuk ki a Ferihegy 2-es terminálnak a fejlesztési tervét, ami ugye egy több lépcsős, több ütemű fejlesztés, 15-20 millió utas fogadására képes repülőtér koncepcióját kellett kidolgozni. Itt lehetőséget kaptunk egy tényleg olyan léptékű épületegyüttesnek a felépítésére, ami mondjuk besorolható azoknak a nemzetközi repülőtereknek a sorába, amiket akkor ugye csak megcsodáltunk. Nem sok idő volt a tervezésre, ez körülbelül egy másfél-két hónap alatt alakult ki a koncepció. Maga a reptér fejlesztés az három ütemben fog megtörténni. A további két ütemben a 2A és a 2B is bővül majd. Ott már elsősorban kapacitás bővítés lesz, tehát új beszállóhidakkal és új folyosókkal fog bővülni. A Skycourt ez megépült, ez elkészült. Ugye ez a utasforgalmi szempontból a legfontosabb eleme ennek a fejlesztésnek. Egy olyan hiányt pótolt, ami meglehetősen nehézkessé tette a modulrendszerben épült 2A és 2B-nek a használatát. Ugye a két épület között nem nagyon volt kapcsolat. A Skycourt a két épület közé beékelődve tulajdonképpen egy olyan többszintű és integráló kapcsolatot hoz létre, ami az utasoknak, illetve a repteret működtető személyzetnek elengedhetetlen. Az utasokat a legrövidebb utakra kényszerítő megoldásokat kell alkalmazni, és hát nyilván emellett még fölmerülnek bizonyos kereskedelmi szempontok is, hiszen a reptér üzemeltetőjének nem önmagában a repülőgépek fölleszállása és az utasok mozgása jelenti a hasznot, hanem az itt lévő kereskedelmi egységeknek az üzemeltetés, a bérbeadása is. A cél az az, hogy az utasok jól érezzék magukat, és hogyha jól érzi magát az utas, akkor szívesebben veszi igénybe azokat a kereskedelmi szolgáltatásokat, amiket itt megtalál. 2007-2008-ban készítettük el az építési engedély és tender terveket, majd utána egy kivitelezői tender indult, ahol végül is a készépítő ZRT volt a nyertes. Ők kapták meg a jogot, hogy az épületnek a generál tervezését és generál kivitelezését elvégezzék. Angol szisztéma szerint egy design and build rendszerben épült, ami azt jelentette, hogy a megbízó teljes körön átadta az építéssel kapcsolatos feladatokat a kivitelezőnek, tehát a kész bonyolította a generál tervezést is. Mi altervezőként az építészeti tervezést készítettük. Egy ilyen épületnek a tervezés az egy komoly kihívás. Nem csak az építész, a szerkezettervező részére is, mert sajnos manapság kevés olyan feladat adódik, ahol a szerkezettervező igazán kiélheti magát. És ami igazán érdekessé tette ezt a feladatot, az maga az egész nagytérnek, a csarnoknak a lefedő szerkezete. Ez a lefedő szerkezet az egy körülbelül 130x70 méteres teret fed le egyben, a két hosszodán helyezkednek el azok a támaszok, amik a tetőszerkezetet tartják, és itt következnek egymás után azok a háromszögletű rácsos tartók, amik áthidalják ezt a 70 méteres fesztávolságot. Az egyik kihívás az, hogy hogyan lehet olyan rácsos szerkezetet alkotni erre a fesztávra, ami keresztmetszetét nézve teljesen aszimmetrikus teret kell, hogy lefedjen, mert ugye a légi oldalon nagyon magasra kinyílik ez a belső tér, míg a földi oldalon nagyon szűk ívvel indul. A másik kihívás az, hogy hogyan lehetséges úgy szerkezetet létrehozni ekkora térben hosszába, hogy azok a mozgások, amik egy épületnél természetesek, ezek lejátszathatók, felvehetők legyenek. Maga a tartószerkezet csőszelvényű hengerelt rácsudakból áll. A tervezés egy olyan időszakra esett, amikor az EU-s jogharmonizációnak a keretében a tartószerkezeti szabványok is folyamatosan átdolgozásra kerültek. Korábbi tervezések folyamán Magyarországon nem volt kötelező a földrengésekre való méretezés. Az új EU-s szabványok viszont ezt megkövetelik, és ezért az épület ennek a követelménynek is megfelel. Ez is kihívás volt abból a szempontból, hogy nem csak egy nagy léptékű egyedi szerkezetet kellett tervezni, hanem meg kellett birkózni ennek az új szabványnak a befogadásával.
Maga a Skycourt körülbelül 30 ezer négyzetméter, mindez 4 szinten. Ugye ebből 2 szint az, ami utasforgalmi szint, a jelenlegi, az indulási szint. Talán a legfontosabb, a legnagyobb részt utasok által használt terület, ugye ami kapcsolódik a meglévő rendszerekhez, az érkezési szint. Ott csak egy összekötő folyosó áll az utasok rendelkezésre. Egyébként azon a szinten kapott még helyet a teljesen új csomagkezelő központ, ami egyesítés integrálja a korábbi 2A és a 2B-nek a rendszereit. Maga az épület formája egy viszonylag elemző útkeresésnek az eredménye. Ez a kagylóforma, vagy ez a kezemmel szoktam mutatni, ez a befoglaló forma elsősorban abból adódott, hogy nyilván egy nagy belső terű csarnokot kellett létrehozni, ami belső térre elsősorban a légi oldalon volt igény. A földi oldalon már egy szűkülő tér kell csak, hogy legyen. Magán az épületen, a Skycourton nincsenek bejáratok, lényegében egy folyosóként működik. A 2A-ba és a 2B-be lépnek be továbbra is az utasok a repülőtér területére. Beszállókártyákat ott kapják, meg ott adják fel a csomagjaikat, és utána egy ilyen hurok elven jutnak be a Skycourtba, aztán utána a légi oldalon ugyanez történik visszafele. Ez a lehajló ívű tető azt a funkcionalitást tükrözi, ami a légi oldal felé egy nagy megnyitást, a földi oldal felé pedig egy bizonyos zártságot mutat. A tervezés kezdetétől egy olyan szerkezettel képzeltük el megvalósítani, ami egy sorolt tartóknak az egységéből jön létre. Egészen pontosan 14 egyforma acélrácsos tartó készült el, amik burkolva vannak, közöttük bevilágító sávokkal, és tulajdonképpen ez a háromszög keresztmetszetű tartók sora hozza létre azt a belső térélményt, amit a tervezésnél is szerettünk volna elérni. Egy szögletesen hullámzó tető, ami viszonylag érdekes térkivágásokat adott is, ahol ez találkozik a járófelületekkel, és ott is, ahol a légi oldali üveghomlokzattal találkozik, és kinyílik ez a tető, egy ilyen szányként elrepül, és szabadjára engedi, mind vizuálisan, mind lelkileg a szemlélődőt. Megújuló koncepcióval, izgalmas és sokrétű szakmai fesztivállá alakult a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem, amelyet idén 44. alkalommal rendeztek meg Szombathelyen. Az ötnapos program fókuszában az urbanisztikai képzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók voltak. A rendezvény mottója a határtalan megújulás volt, amely egyaránt utalt a barnamezős beruházások, a funkcióvesztett területek újrahasznosítására, valamint a határokon átívelő összefogásra, hiszen az esemény sorozat nemzetközi jellegét is erősíteni kívánta a szervező Magyar Urbanisztikai Társaság. Vasmegyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület már 44. éve és 44. alkalommal megszakítás nélkül rendezte meg idén is a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet, amely az Egyesület mintegy 60 évéből gyakorlatilag a legrégebbi, legmélyebb gyökerekkel rendelkező nagy rendezvénye. Minden egyes évben újra és újra összejön itt az urbanisztikai társadalom. Idén tudatosan építettünk arra, hogy egyetemi hallgatók részt vegyenek ezen a rendezvényünkön. Így aztán az idei év picit a hagyományokra épít, hiszen klasszikusan előadások, klasszikusan jó hangulatú beszélgetések, és megújult abban az értelemben, hogy egy konkrét és kézzelfogható feladatot kaptak a résztvevők közül az egyébként is egyetemi hallgatók. Biztos vagyok abban, hogy a következő években ez lesz az egyik legértékesebb és legvonzóbb lehetősége. A közösségi terek, amelyek a mai Urbanisztikai Egyetemnek a fő témáját jelentik, ezek Szombathely életében mindig óriási szerepet játszottak. Nagyon nagy volt a szerepük az ókorban, aminek a nyomait most tárjuk fel a város több pontján, régi római emlékek formájában, és próbáljuk a megújításukat is végrehajtani, és ugyanígy figyelünk a mai város tereire, a történelmi belvárosra, ahol szintén az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre, és a Szombathelyi főtér 2006-ban történt megújítása elnyerte az építész szakma, és ezen belül az Urbanisztikai Társaság, illetve az ICOMOS nívódíját, és ezen is felbuzdulva a integrált városfejlesztési stratégia keretében immáron
Európai Uniós támogatások igénybevételével fejlesztjük a város belső tereit. A Kőszegi utca, a Király utca és a Szent Márton utca, valamint az ehhez csatlakozó gyöngyöspalti sétány kapott a főtérhez illeszkedő arculatot, mind térbutorzatában, mind burkolataiban, egész megjelenésében egy egységes belvárost próbálunk kialakítani. A közelmúltban valósult meg a régi római múlt legfontosabb emléke, az Ízeum úgynevezett rekonstruktív bemutatása, egy olyan érdekes épületrekonstrukció, ami Magyarországon példanélkül álló a régészet hazai legújabb kori történetében, és itt egy új agóra létesül, így a közösségi tereinket ezen a területen is tovább fogjuk fejleszteni. Néhány év múlva véget érnek azok az Európai Uniós támogatások, amiből most a városfejlesztések zajlanak, ki kell találni. És ez folyamatban is van a Magyar Urbanisztikai Társaságnál, hogy hogyan változzon a tervezés rendszere úgy, hogy alkalmazkodjon a megváltozó körülményekhez. Ugyanakkor ennek az oktatásban is végbe kellene mennie. Ezért gondoltuk azt, hogy több egyetemről jelentkező hallgatók konkrét feladatokat végeznek el, olyat, aminek haszna, eredménye van, amire azt tudjuk mondani, hogy ezt csinálták 3 nap alatt, nézzétek meg. 16 diák dolgozik 3 csoportba, 5 egyetemről jöttek egyébként, vannak köztük építészek, településmérnökök, szociológusok, közgazdászok, tehát elég jól összejött, hál' Istennek, ez a vegyesség, ami szükséges a munkához. Vasváron találtak a kollégák egy olyan magtárat, ami egy ilyen helyi termék, bemutató, forgalmazó, továbbképző központtá tudhat válni, ennek a terveit készítik el a kollégák. Pályázatos rendszerbe, tehát eredményt fogunk hirdetni, egy másik olyan vonulata is van a dolognak, hogy prezentációt kell belőle csinálni, szeretnénk azt is ugyanis, hogyha egy kicsit jobban megrögzülne az a kommunikációs technika, ahogy ma be lehet mutatni, és ahogy be kell mutatni egy ilyen tervet. Sok-sok szakembert szólaltatunk meg különböző szekciókba arról, hogy hogyan kellene változtatni magát a várostervezést, a településtervezést annak az érdekében, hogy a jövőben jobban tudjon alkalmazkodni a változó körülményekhez. Megpróbálunk olyan előrelépést végig gondolni, ami talán a települések, sőt várhatóan a térségi tervezést, a regionális tervezést, illetve az ágazati terveknek a kapcsolatrendszerét is megpróbálja szervesebbé tenni a mostanihoz képest. A Nagykanizsai városrehabilitációs projekt első ütem jelenleg is zajlik, és előkészítés alatt van a második ütem, valamint a szociális célú városrehabilitáció. Az előadásnak a témája a nyilvánosság és a kommunikáció volt, ahol bemutattam, hogy milyen elemekkel operálunk a lakosság felé, hogy fogadtatjuk el az első ütem jelenleg is folyó munkálatait. Olyan programokat szervezünk, ami túlmutat a városrehabilitáció akcióterületén. Annak érdekében, hogy a funkcióbővítő fejlesztés elfogadásra kerülhessen, igenis többet kell megtenni egy projektmenedzsment szervezetnek, hogy a lakosság is befogadja és elfogadja azt, hogy jelenleg erre van lehetőség ilyen irányú fejlesztésekre, és ez az ő érdekeit szolgálja, illetve a város érdekét szolgálja, hogy a helyi turizmus fellendülhessen, valamint hogy a vállalkozók betelepülhessenek azokra a területekre, amiket megújítunk. A lakosság, valamint a civil szervezetek részéről is pozitív a visszajelzés. Számomra egy üdítő példa mindig az, amikor vidéki önkormányzatokkal dolgozom, vagy vidéki irányító szervezetekkel dolgozom. Fantasztikus az együttműködő készség, ahogy az önkormányzatoknak a lelkesült emberei, akár városfejlesztési társaság, akár az osztályvezetők, milyen szívügyükért lelkesülten kezelik azt a közösségi teret. Milyen jó, ahogy ezek a regionális hatósági emberekkel is együttműködve, tehát ilyen nagyon jó barátokként ismerték meg egymást, tehát az látszott, hogy a munka során nem elkoptatták egymást, hanem együttműködtek. Az általam vezetett vita főkérdése az volt, hogy hogy áll a városrehabilitáció ma Magyarországon. Áttekintettünk meglevő példákat, főleg nyugat-magyarországi példákat. Az, hogy az irányító hatóságok, tehát a pénzosztó szervezet az hogy működik. Azt gondolom, hogy nincs különbség Magyarországon belül Nyugat vagy Kelet-Magyarország között a városrehabilitációban.
Azon belül van, hogy a módszereket hogyan alkalmazzák egyes önkormányzatok, és ez igazándiból arról szól, hogy a mai magyar önkormányzatok most tanulják azt, hogy hogy kell a közösséggel, a városlakókkal együtt létrehozni egy új fejlesztést, hogy kell elkészült közösségi teret belakni, azt előre megtervezni, és utána azt együtt használni. Látszik, hogy műszakilag már a közösségi tereket létre tudjuk hozni, de ennek a társadalmi együttélése, az együttműködés önkormányzat és emberek között, meg civil szervezetek között, azt még tanulnunk kell. Több évtizedes kutatás eredményeként jelentette meg Klein Rudolf Opus Magnumát Zsinagógák Magyarországon címmel a Terc kiadó gondozásában. Ez az első átfogó mű a történelmi Magyarország zsinagóga építészetéről az 1782 és 1918 közötti időszakból. A szerző, aki a Szent István Egyetem Ybl Miklós karán, Újvidéken és Izraelben is oktatta és oktatja az építészet történetét és elméletét, egy 8 kritériumot felölelő mátrix segítségével új alapokra helyezte a zsinagógák fejlődés történetét és tipológiáját. 1986-ban kezdtem el foglalkozni zsinagóga történettel. A szabadkai zsinagógát fenyegette egy magas ház, és ez ellen kellett küzdeni, és ehhez kellett muníciót gyűjteni, és ez volt az első, ami arra sarkalt, hogy a témával foglalkozzam. Utána belejöttem, és rájöttem, hogy itt az építészet történet tudományban elég nagy hézagok vannak, amelyeket érdemes betömni. Ilyen hézag az átfogó zsinagóga tipológia is, ami eddig nem létezett. Voltak tipológiák stílustörténeti alapon, voltak tipológiák méretet illetően, de olyan összesítő tipológia, amely több tényezőre épült volna, eddig nem létezett. Én eredetileg délvidéki vagyok, Szabadkán születtem, és a háború kitörésekor külföldön próbáltam szerencsét. Beutazhattam egész Európát, tengeren túl is voltam, a Héber Egyetemen is tanítottam, ahol ezeknek a kutatásoknak a mekkája van, és így tértem haza Magyarországra. 2006-ban készült el az akadémiai doktori disszertációm, ez kényszerített arra, hogy összeszedjem az anyagot és kategorizáljam, és körülbelül 10 000 képből állt össze ez a 700 oldalas könyv, amely több fejezetre tagolódik. Az első felvezető blokkban található egy általános zsinagóga történet, egy magyar zsinagóga történet, és ezt követi a könyv sarkalatos része, a zsinagóga tipológia. Végül pedig két esettanulmány van, az egyik a Pesti Zsidónegyed, a másik a szabadkai zsinagóga és története, azért, hogy legyen a fővárosi zsidóságról is egy tanulmány, település történeti és építészet történeti szempontból, és legyen egy a vidékiről is. Ezután az utolsó fejezet a zsinagógák építészet történeti jelentőségével foglalkozik, a keleties stílussal, a szecesszióval és a modernizmussal, amely a keleties stílusban és a szecesszióban gyökerezik. Klein Rudolf a zsinagógákat a településhez és a nemzeti kultúrához való kötődés emlékműveiként is értelmezi. 8 kritérium alapján csoportosítottam az 500 rendelkezésre álló Kárpát-medencei zsinagógát. Ezek zömmel még léteznek. Vonatkozik ez elsősorban a nagyobb zsinagógákra. A kisebb zsinagógák, a falusi, parasztházszerű zsinagógák zömmel eltűntek, hiszen a zsidóság már a 19. században elindul a városok felé. Különös tekintettel a II. Világháború után a vidéki zsidóság nagy részt eltűnik, tehát a nagyobb házak városokban építészettörténetileg fontosabb épületek jobbára megvannak, vagy eredeti funkcióban, vagy olyan funkcióban, amely az eredeti rendeltetéssel nem kerül összeütközésbe. A Kárpát-medencei zsinagóga építészet egy sajátságos műfaj, ugyan a zsidók északról jöttek, Morvaországból és Galíciából, de 50-100 év alatt egy sajátságosan magyar műfajt hoztak létre.
A tipológia szerintem alapvetően nem stílustörténeti, hanem inkább a tömegképre összpontosít, ami azt jelenti, hogy milyen választ adtak egy bizonyos urbanisztikai keretre, egy városi kontextusra egy adott zsidó közösség. Tehát ennek alapján különböztetek meg 8 típust, a parasztház típusú zsinagógát, a polgárház típusú zsinagógát, a protestáns templom típusú zsinagógát, a katolikus templom típusú zsinagógát, a bizánci templom típusú zsinagógát, a csarnok típusú zsinagógát és a palota típusú zsinagógát. Ezek a típusok különböző építészettörténeti stílusokban ölthetnek testet. A stílusok a késő baroktól, tehát az 1790-es évektől a modernig terjednek, de ezek nem stílustiszta példák. Tehát ebben a zsinagóga az a műfaj, ahol a stílustisztaságra nem helyeztek hangsúlyt, hanem az épület tömege az, amely meghatározó. Az óbudai zsinagóga hosszú időn át a Magyar Televízió raktáraként működött, mára azonban megújult az épület és visszanyerte vallási funkcióját is. Az óbudai zsinagóga építészettörténetileg és történelmileg is egy kulcsfontosságú épület. 1767-ből származik a legelső változat, a Neupauer féle változat, amely feltehetően 4 oszlopos zsinagóga volt, mint a korabeli zsinagógák zömmel. A talaj gyengesége miatt viszont repedések jelentek meg, és az épületet 1820-ban Landherr András újraépíti, és akkor születik meg a csöcsüveges dongaboltozat és a jellemző klasszicista portikus. Az épület érdekessége, hogy itt jelentkezik először egy északi karzat. Az 1900-as századfordulón elindul egy felújítás, és kicserélik a homlokzati okuluszokat négyszögletes ablakokra, és épül egy titokzatos kupola a csöcsüveges donga fölé, amelyet meg kellene kutatni. Így aztán ez azon kevés zsinagógák közé tartozik, amelyiknek 3 nagy építési korszaka van. Az óbudai zsinagóga volt az újkori magyar zsinagóga építészet nyitója, és elmondható a Kazinci utcairól, hogy ez egy korszaknak a bezárása. 1911 és 13 között épült, a Löffler fivérek tervezték, akik Lajta Béla tanítványai voltak. A Kazinci utcai zsinagóga példaszerű felújítása nem csak a pesti zsidó közösség, hanem a magyar építészet történet számára is nagy nyereség. Az épület elhelyezése rendkívül jelentős. A zsinagógák általában nagy épületek, amelyeknek ritkán adatik meg a városképi prominencia, és ebben a folyamatban a Kazinci templom is beleilleszkedik. Azaz egy körbe keskeny utcában a gettó hangulatát visszaidéző, holott Pesten igazi gettó nem volt, történelmi kontextusban. Az utca hajlatánál épül a zsinagóga, méghozzá egy érdekes térbeli trükkel, a bejáratnál a zsinagóga épülete egy kicsit visszahúzódik az utcavonalból, és ezáltal egy teresedés jön létre, és ez a teresedés ad monumentalitást az épületnek. Az épület homlokzata a késői szecesszió, illetve Wiener Werkstätte, és megjelenik rajta az orientalizmus, az asszír-babiloniai korszakot idéző koronapárkány, amely egy kicsit Lajta Béla Parisianájára is rímel. A nyers tégla, a kő és a szokásos feliratok ékesítik az alapjában véve már modern ihletésű homlokzatot, amelyen a nyílásokkal áttört rész és a sima fal kontrasztja érvényesül. Ez az épület valószínű az átmeneti korszak egyik legjelesebbje,
ahol még a 19. századból visszaköszön a Rabic donga. Itt már a Rabic dongán nyilások vannak, megmutatja, hogy egy Rabic donga is nem egy boltozat. Ugyanakkor megjelenik a melvédeken a beton, tehát egy bordás födém tartja a karzatokat. A térbeli elrendezés az ortodox ritusnak megfelelően szigorúan centrális, középen a bima, a keleti falon a fritszekrény, amely szokatlanul nagy. A két nagy oszlop a jeruzsálemi templom előtt álló Jáhint és Boázt idézi, a nagy bejárati portált pedig a fritszekrény nyílása jelképezi. Az épület nagyon sokáig volt romos állapotban, a mostani felújítás 5 évvel ezelőtt ért véget, és hát ezeket az eredeti színeket próbálták többé-kevésbé helyreállítani, amelyek ma egy kicsit túlságosan élénknek tűnnek.